Sziasztok srácok, Rani vagyok, és ez egy új sorozat lenne, amiben questelni és vlogolni fogunk. Nem tudom, a kettő hogy fog együtt működni. Remélem faszányos lesz és jó lesz, de úgyis írjátok már le a véleményeteket róla, hogy jó lesz ez egész téma, mert szeretnék vlogolni mostában sokat, de úgy vagyok vele, hogy nem kamerával, hanem játék közben. Ez a kettőre tudok figyelni, és közben haladok is én is, és legalább látjátok is, hogy játszok, van videó is, és közben beszélgetünk is. Egyébként az információ, mert jó azt van közölni, vagy megbeszélni, és nem kulnájbe, vagy valami ilyesmibe megkérdezni. Az első bejelentendő dolog az lenne, hogy sajnos abba lesz hagyva a Classmaster sorozat, jó, szép volt, Road to Level 100-as sorozat, mert volt ez a akció, hogy 6300 forintért, 6050 forintra azt hiszem volt a Csadel Csakabá tünetni egy akció, ahol a Battle Chest-et és a Warlords of Draenor-t meg lehetett venni ugye 90-es karakter boost-tal. És értem szerint most a társaim rákaptak erre a dologra, és ott hagyták a régi akkontjukat egy újért. Recruit a friend gyaránt, és így én is kaptam Recruit a friendet. És így ötösben van most egy Recruit friendes teamünk, ami nagyon gyorsan lehet fejlődni. Ugye bárcsak nem mondottak, hogy ott a sorozat. És most ők is elkezdtek YouTube-ozni, már amilyen szinten. És ugye neki is ott kellene sorozat. És ugye unom már ezt, hogy mindig elkezdik egy sorozat, és sem tudom végigcsinálni, mert mindig közben jön valami. Ugye a szólósorozatom meg nagyon sokat gondolkodok, de írjátok meg a véleményeteket, hogy mit gondoltok róla, hogy jó lenne egy szólósorozat, de is miről vagy milyen legyen. Mert nagyon sok ötletem lenne WoW-val kapcsolatban, és főként ugye ezzel foglalkozik a csatorna, ha lehet így fogalmazni az én részemről, meg ugye más játékokkal, csak egy WoW-on belül mit látnátok. Mert ugye van ez a mount szerzős videós téma, meg van a ahol izéket, hogy mondjuk goldot akartam csinálni, ahol goldokat gyűjtünk, mert ugye szóval ez a téma is, hogy gyűjtsünk goldot, úgyhogy kiütjük a réteket, mert sok egyszerűen összejött a hobbiból, mert azt hittem, hogy szakma mindennek a kulcsa, persze, de ez nem így működik, mert a szakma mire kibújtod, nem éri meg, mert el tudod adni, eltett egy hónap, és nem tudod befizetni. És szerencsére találkoztam egy hétre vovozó srácsa, aki egy-két tanácsot ad nekem ilyen tényleg, hogy hogy szedjem össze azt a havit, mert ő már nem is tudom, 3. éve, 4. éve, hogy goldból fizeti a haviát. És ugye kell egy 5-600-as mondjuk, csak hogy random mondtam valamit, aminek legyen minimum van egy 6-8-6-9-es illevele, ki lesz jutni 25 ház és dungeon-eket, nem is dungeon-eket, raid-eket, bocsánat. És ugye el is hogy csak egy külön videót, hogy ezt hogy lehet megcsinálni, mennyi pénzt szerzek be pontosan. Tehát nem mindegy, ez a lényeg, ezekkel kiütött azokat a HC-s rédeket, és összejött a havi. És ugye ezt eddig nem tudtam, csak egy-két ütöttem ki, hogy de jó, bejön tőle 5-6 ezer gold, és fú, örülök magamnak, meg stb. Nem, sokkal többet össze lehet szedni, úgyhogy rájöttem, és most mondtam, én is így fogom szedni be a havit. Csak ki kell gírani a karaktereket, még fel kell húzni párat. Ugye nincs kigérve rendes, sem bírok két Dragon Slot 25 HC-n, egy fosi levellel, tehát értitek? Hiába vagyok, hogy 15 szinten nagyobb, egyszerűen meghalok, végem van ugyanúgy. Oda kell figyelni a dolgokra, a taktikára, mindig meg lehet halni, és ha most már századékba sebez ugyanúgy. De nem is az a lényeg, csak is szóba jött, hogy meg ugye találkozunk idősebbekkel volna, ugye kellemetlen érzés, hogy azt hinnék, hogy a szülők fizetik. Na most ez nem így van, mert nagyon sokat, úgy idézőjelben sokat melózunk ezzel az egésszel, hogy meg legyen havi WoW járni, és legtesóra segíteni, vagy elmenni egy melóhelyre. És ugye erre is szóba jött egy-két dolog, hogy meg is a tőnyetik el. Csak az a 500 forintos órabér, ez undorító. Tehát amit melózol, és 500 forintot kapsz egy órát, két órát és keresd 1000 forintot, ez hány ingeret, hogy mennél egy 700-800 forintos órabéres helyre, ha megkapod a dupláját majdnem, tehát értitek, és ilyen helyre fog menni melózni, ha össze tudom hozni, ilyen pakolászós téma lesz, úgyhogy abban könnyebben lehet fizetni, ha volt, ha kell majd, ha addigra meg ki fogom bírálni valószínűleg ebben a hónapban a karaktereket, és akkor lehet nem is kell. A WoW-ra költerem, csak ugye az újdonságra csatorom, hogy green screen-t vagy nagyon jó lenne, új kamerát beújítani, stb. Nagyon jó lenne. Ugye az egész WoW-os dolog is, vagy WoW-os dolog, ez a videózás dolog is, hogy szeretem csinálni, csak sajnos féltem nehéz így pénz nélkül, mert nagyon sok pénz bekölne az elején, hogy a későbbiekből kváltozódjon a dolog. Hát lent mi az, egy baszott nagy egér vagy? Na mindegy, nem is az elején, is akarom itt elterelni a szót, mert ez a vlog lenne a lényeg, nyilván elég a quest helyez úgyis. És meg is nézzük egy mappot, hogy hol a bérres rákba vagyunk. Elhagytam már Szalazárt, jó van, szép volt. Szép volt. Ismerésem. Szóval mindegy, szóval a lényeg, hogy ja, ez a sorozat abban lesz hagyva, és most új sorozatok kellenének. Amiket is szívesen néznétek, ugye a loros tél, nem azt nincsenek itt egy loros videót, amire lorról van szó. Nem lor, hanem lor. Történet, sztori. Egy-két zónáról esetleg, ugye van egy-két videós, aki csinálja, a nagyobb angol videós az a Nobel. Magyarok között ne szálltsin azt hiszem lóros videókat. Nem tudom pontosan, de nem reklámozni akarok, csak értek, hogy ők is csináljon azért, hogy kopi, nem. Nekem is régebben felmerült az ötlet bennem, csak a bajt nem vettem úgymond komolyabban ezt a részét, ha ki nem szállja le, biztos izé. Biztos nem érdekelne senkit, aztán aha, persze. Meg úgy lenne kedvem hozzá, mert egy-két dolgokról tényleg én sem tudok.
Tehát, hogy vovozok már tényleg 6. éve, és nagyon kevés dolgot tudok róla, amit úgy jó lenne tudni. Zónákra esetleg, ugye alapfő sztoriról, ugye, és így utána járni, és csinálni neki a videót, az nekem is plusz információ, és nektek is lenne kedvetek hozzá, és mondanád két dologra infót, hogy miről szeretnétek látni, az egyszerűen megcsinálnám, és az itt a kés lenne szerintem. Úgyhogy ja, vagy ezek a PvP-es videók, az egyik level 100-a fogom, szerintem mostantól már csak sem, ez a kis szintű, ez annyira nem hardcore. Úgyhogy ez majd van egy nagy célunk Nagessal, hogy kijussunk Briscore-ra. Csak úgy harmadik ember nincs meg, de ki akarjuk szedni az Elite Gear-t, legalább 2-3 karakterünkre. Hogy úgy azért menjen a PvP-esen, elindul egy selejtezőn, és onnantól meg, hogy sikerül, akkor Road to Briscore-os versenyt esetleg megpróbálni, ha úgy adódik. Ugye ez most egy magyarnak, ez mekkora nagy szedni kijutni a Briscore-ra, mekkora faszol lenne az egész, meg úgy közvetíteni a dolgot, meg úgy reklámozni magunkat, stb. Nagyon nagy segítség lenne. Lehet, hogy feltök vagyunk hülye kis cél, meg úgy fog összeenni, biztos lesznek ilyen dolgok, de nem negatívokat azt kivére tesszük és erre ráfekszünk. Annyi szabad időnk van rá, vagy megtehetjük szerintem. Nekülünk és próbálkozunk, egy próbát megér, hanem többet. Játsszuk szerintem egész szóval a PvP ahhoz képest. Van esélyünk szerintem. Már így látatlanba kijelenteni. Kijelentem, hogy szerintem látok relációt, hogy összejön a dolog, de úgyis az jövő zenéje, csak egy terve, csak egy cél, amit el szeretnénk érni, tehát semmilyen komolyabb dolgot még nem merek ebben kapcsolatban kijelenteni, de esélyesnek találom magunkat erre az egészre. Na mindegy, igazából ezt a tematikában tegyük is félre, mert ez még nagyon később. Ugye másik a LAN meg a livestream, amire akartam még beszélni, hogy a tényleg lesz livestream, valószínűleg 5-en fogunk lanozni. Jobb beszélni tényleg a livestreames témára, mert érdekel a dolog, és jó egyébként. Tehát sokkal egyszerűbb úgy elkezdeni vovozni, játszok 2-3 órát, ott hagytok ti is, tök faszán el, vagy mint felvenni 40-50 perces videókat, és a kérdés ezt így megnézitek őket. Ugye csak ezren vagyunk, és ezért elég kis töredéken nézve a feladkozóinak a videókat. Most ugye ezt a Cségó állítós videót is nem a nézői nézik, amit megosztunk Cségó Hungary csoportba, és azért az annyira nem, tehát ezt nem lehet mindig játszani. Hogy ott ki megosztjuk, aztán megnézik 2-3 azt a videót, azt a következő videót elnézik meg 100-an, tehát ez így nem jó. Hát próbálnék a tartalmat feltölteni a csatornát, és igyekszem ott feltölteni, hogy mindenki megnéz, de ugye bár a csatorna főként vovval foglalkozik, így hát nyilván a feladkozó egy nagy része vovos, vagy vovot szereti. Nyilván emellett van más játék is, és menni is fog más játék, nem erről beszélek, csak értitek, hogy emellett mi más is lesz, csak vovva, ami így fő vonala a csatornának szerintem. És akkor itt abban szeretnék volna foglalkozni, vagy szeretnék legalábbis én jobban belefolyni a sztoriban, meg a lényekbe. Kicsit a questek, ebből kell lőni semennyit. Questitem, nem? Nem értem. Vagy le kell lőni őket? Mondod, ott hagytam. Lehet volna rá egy tippem. Vagy az egyes quest, mi ez a hármas? Golden. Gyűrűt kell szerezni, gondolom megzabáltak nagy dőlök, ez gyűrűt, azt össze kell szedni. Gondolom, nyilván. Valóan. Na mindegy. Szóval visszatérve a témára. Gondolom livestreamelni. Mert sok egyszerűbb lenne a téma vele. Nektek is, nekünk is. Most egy Twitch-en livestream, vagy YouTube-on. Már nagyon jó lenne, az már egy jó előrehaladás lenne, főleg egy PvP-s téren. Tehát azért magas a videók téren jobban megéri, hogyha livestreamelünk, mintha felveszünk részekbe. Ugye sokkal közvetettebb leszünk a nézőkkel is veletek, és sokat tudunk beszélgetni livestream közül, meg ilyenek, tehát jól lenne összehozni egy-két ilyen dolgot, mert szerintem fújó lenne, hogy ezek a magyar YouTube-osok is, akik úgymond vovoznak, akik csak ezzel foglalkoznak, akik azt, hogy fölnek kapcsolatot, csak ugye az abban, hogy fiatalok vagyunk hozzá, és nem biztos, hogy az a társaság az, ami így kell, vagy fekszik náluk, és így kellemetlen a szitu, és nem úgy tűnik, hogy nem, tehát én nem akarok nagyon erőltetni ezt a dolgot, bár szoktunk beszélgetni egy-kettővel. Nem erről van szó, csak érezhető ez a nem rögtöni haveri viszony. Nyilván ki kell építeni az ilyen dolgot, de csak nem az ilyen gondolja, hogy nézettség fan nekünk meg ilyenek, mert nem erről lenne szó abszolút, nem csak úgy próbálni itt hozni az olyan bobosok, akik megtetik életi játszanak, és így együtt összehozni valami, szerintem tök korrektan és tök okés lenne. Csak ilyen szóban ez a nézettség farmos dolog, és az ilyenkor olyan, hogy átvérni az ember a kedvet, hogy valaki ilyesmire is gondol, hogy ez a cél, mert nem ez a cél, hogy ez nem a cél, akkor minden tömelni minden lófasz oldalon még osztogatni, hogy fizetnünk ezért minden hírat legyen a csatorna, és ne, abszolút nem erről van szó. Ilyen anyag az, hogy YouTube Hungary egy-két videót, ha úgy van kedv, vagy valami, vagy csak Wolf Hungary egy-két több éves montást be szoktam osztani, és ennyi. Tehát semmi komolyabb hirdetés, nem az a cél, hogy minél több feliratkozó legyen, hogy 6 millióan legyünk, és mindig legkiresebb, hogy csak nem erről van szó. Csináljuk hobbiból, szeretjük, és így tök poén ez az egész. És persze jó, hogyha jönnek sokan.
tehát többen vagyunk, úgy fogalmazok, hogy jobb, ha többen vagyunk, tehát ha többen, mert le tud kötni az, amit csinálunk, és ettől egy jobb lesz a kedvük, vagy esetleg egy fosztapot feldob, ha leül és megnézi, ez tök jó szerintem. És elég sok videót nézek, és tökre felszakadom, amikor leülök, és egy tett fel videót, megnézem, és tökre hangulatom van utána. És valami, én is valami ilyesmi célt szeretnék elérni, hogy leültök egy fosztap után, vagy valami, és leérzed, hogy ott rajta egy jót, és érzed, hogy leköti a figyelmeteket a sok szarságról, és azt nem ez tök fasza lenne, ezt így tudnánk hozni. Közben nem tudom, annyi pofáztam itt, elbudumáltam, hogy 40 percet, nagyon mondjuk annyit nem, de sokat beszéltem. Ez nem vlogos ilyen questes dolognak a lényege, hogy beszélgetünk sokat sok mindenről, és legyen a véleményeteket, esetleg vagy ötleteket, amiket így van az egész témához, mert tanástövök sorozatok téren tényleg van egy-két ötlet, de mindig valamiatt lefújom, és az így olyan szület jönnek hangulatom a videózástól, hogy nagyon. Szeretnék egy sorozatot végtük csinálni normálisan, nem csak így random belekezdek mindenbe, mert ez nagyon rossz. A Falloutot azt nem fogom befejezni például, mert nem látom érte nagyon hosszú játék, és úgy nagyon nem nézitek. Tehát ja, szóval maradok ennél a WoW-os témánál, aztán ha jön egy játék, nyilván meg tudom venni, megveszem, mert most ha meg lesz a bán, össze tudom hozni. Akkor mindenféleképpen lesz mánon is videó, de viszont nagyon sok videó lesz arról, lehet, ezt nem fogok játékot összehomolok Kingdommal, és úgy együtt meg tudom állítani. Már hét, hogy jobban össze tudom fűzni Kingdommal és ezt a videózást, tehát neki most nagyon szar. Mert most ugye most egy 9-es vizsgálatokat kell tanulnia, mert nekem 10-ig mondjuk itt is voltam, ahol azt mondom, csak lazább, sokkal lazább, mint mondjuk az első év. Második év az kicsit lájtosabb szerintem, nem is én így érzem. Szóval igen, szóval hogyha eltűkezett valós témát Kingdommal, az nagyon sokat segítene, ő is kicsit vissza tudna térni a ringbe, nem csak szólóba kellett tolni. Hát én is próbál segíteni, odaadta a mikrofon, stb. Tehát értitek, hogy támogat azért ilyen téren ő is. Sajnos az idő az, ami kibaszottul fosuljon ki mindig. Ezt a Cségül állítós videó is éppen tudtuk össze, az első nem tudtam vele ott lenni, szóval szépen a harmadik videósra leszek ott vele. Előbb láthatóak, mert egyszerűen nincs időnk. Olyan szinten keresztben játszunk az idővel, úgymond, hogy nem tudjuk összehozni, hogy össze tudjunk külön egy faszát videózni. Személyesen vagy akár így, vagy esetleg játszani, nem is tudom, mikor játszottam utoljára egy jót bármiben. Cségülni szoktam nagyon ritkán, de azt nem játszok, mert olyan felbasz a játék és nem szeretem, tehát megpróbáltam megadni az esély, de nem, egyszerűen nem az én játékom. Szeretem az FPS játékot, de nem ez Code vagy BF, nekem ezek, amik így fekszenek, nem ez a Chiego. Tehát nem, ez nem, ami nem gyere be, ez, az a quest, ez egy hulladék. Egy fos. Ezt hagyjuk a ketteshez. Most tudom, miért jöttem, menjünk zófarákba szerintem. Most jöttem el onnan. Mondjuk innen, itt kéne pedig fejlődni 76-78-ig. És 77-től meg átmenni oda. Mindjárt fejlődünk, úgyhogy ezt már kihúzzuk szerintem. Így vagy úgy. Azt kész. Szóval jó srác, igazából ez a videó, hogy ennyi lett volna. Ennyit akart, hogy lazában elmondtam. Nem tudom, ezt visszabeszéltem mindenre, hogy szétvékesse a betegség miatt elnézést rá. Csak egy ilyen újfajta sorozat kezdett ez a beszélgetős. És adjatok tippeket akkor, hogy is legyen az egész. Mit látnátok szívesen, esetleg ha lore, akkor mit? Tehát értetek a lényeget, vagy más, mert ugye az új videók, az meg más, mert ki akartok térni, még gyorsabb előtt elmondanám, hogy ugye új játékokat nagyon nehéz szerezni, most össze fog jönni ez a melóhely, és normálisan lesz pénzem, akkor viszont egy havonta legalább egy-kettőt biztos fel fog tudni mutatni, megvenni előre, vagy valami, meg volna összehozni, mert lassan költözni fogunk, és jobb lesz a net is, úgyhogy leveszteni, mert még több lehetőség lesz, nem csak így néha-néha egyszer, ha össze tud jönni, meg volna elkezdeni ezt a témát, mint mondtam. Úgyhogy arra ja, szeretném ezt egészet stabilra kiépíteni, hogy menjen és fasz legyen, és na azért, hogy anyagi gond ide, anyagi gond oda nem csinálni, ezt egyet így félretolni, és nem csak így szenvedni, vagy sajnáltatni munkat, nem, ez nem a mi asztalunk. Csináljuk, próbálkozunk, és remélhetőleg tetszik is nektek az, amit csinálunk, mert csak 1000 plusz ember követ, úgyhogy haladunk lassan, de haladunk. Tehát, önök nagyon örülünk, úgyhogy csináljuk, ez a videó ennyi lett volna. Hát ezt a többetek egy lájkot a videóra, tetszik fel a csatornára, és csináljunk Askefen, és a Facebook oldalon is nézzetek fel a friss információkat. Sziasztok!